a klíma és energia kérdései és általában a természetvédelem ügye mindennapos beszédtémáink része. Ez egy fontos és mindannyiunkat érintő kérdés, ezért a kormány is határozott lépéseket tesz. Hiszen tiszta folyókat, friss levegőt, gazdag állat és növényvilágot, tehát egy élhető és szép Magyarországot szeretnénk. Ahogy eddig, most is beszéd helyett tettekre van szükség. Magyarország határozott célokat tűzött ki, ezért is indítottuk el tavaly az országfásítási programot, és ezért csökkentjük a széndioxid kibocsátást. A kormány elfogadta a Nemzeti Energia és Klímavédelmi Stratégiát, és ennek konkrét intézkedéseit is kidolgozza. Célul tűztük ki többek között, hogy felszámoljuk az illegális hulladéklerakó helyeket, hogy megtisztítjuk folyóinkat a műanyagpalackoktól, dolgozunk a műanyag csomagolóanyagok kivezetésén is, és azon, hogy 2022-től a városi közlekedésben csak elektromos buszokat lehessen forgalomba állítani. Szeretjük ezt a gyönyörű országot, és minél szebbnek és élhetőbbnek szeretnénk megőrizni. Nem csak beszélünk, teszünk a természetvédelmét.